Csíksomlyók egy templom pápai kis bazilika előtt vagyunk. Gulya Laurián Hugo testvérrel beszélgetünk, a kegytemplom igazgatójával. Meg szeretnénk kérdezni, hogy milyen felújítási munkálatok folynak. Több éves munka eredménye, ami elkezdődött március 14-én, a kegytemplom kőpadlózatának a felújítása vette kezdetét. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy szakszerűen jártunk el, hisz megkaptuk hozzá azokat az engedélyeket, ami fontos ahhoz, hogy egy műemlék épület, műemlék padlózat felújítása elkezdődjön. Ennek kapcsán Baróti Hunor kőrestaurátor szakember segítséggel kezdődtek el a munkálatok és folytatódnak a munkálatok a kegytemplomban. A kőpadlózatónak vannak olyan részei, amelyek megrepedeztek, eltörtek. A közöttük lévő fugasz kiesett, ezért nagyon sokszor megbotlik az ember benne, megakad a lába benne, és szükségessé lett az, hogy ezt felújítsuk, ezt rendbe tegyük. A közel 150 éves kőpadlónak mintegy 20% az, ami meg van rongálódva, rászorul arra, hogy felújítsuk, hogy rendbe tegyük. Szeretnénk a kedves híveknek a figyelmét felhívni arra, hogy azok a részek, amik el vannak kerítve, ami úgy felhívja a figyelmünket, hogy ott most ne sétáljunk, ne járjunk, azt tartsuk tiszteletbe, odafigyelünk arra, hogy a padokról letörőjük a port, tehát nyugodtan be lehet ülni a padokba, ezzel nincs semmi gond, és azt kell tudni mindenről, hogy igen, a hívek adományából tudjuk mindezt a munkálatot fenntartani, ezt továbbvinni, és köszönjük mindazt, amit eddig is tettek a kedves hívek a kegyhelyért. Körülbelül mikor várható a munkálatok befejezés? Hát azt mondták a szakemberek, hogy egy jó részt rendbe kell tegyenek, és miután látják, hogy sikerült nekik úgy rendbe tenni, megkapni a megfelelő szint, felújítani egy bizonyos részt, utána tudnak egy körülbelül időpontot mondani. Hát azt mondták, hogy hát több hónapos munka ez, tehát hogy lehet, hogy nyáron fejezzük be, de nincs semmi biztos még ezzel kapcsolatban. Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm.